nem tudom összefűzni a gondolataimat általában, viszont vannak. És ezért kénytelen vagyok néha egy kicsit elválasztani őket, úgyhogy most négy részre szedtem őket. A ilyen eposzi formában, azt nem mondom, hogy hozban, de formában mindenképp. Első rész, propozíció. Az élet nem sztrájkol, pedig a legnagyobb tanár. Mikey, Mikey -nick. Lopni is lehet, nem? Második. Deus Ex Mahina. Isten lássa a lelkem. Én tesi tanár akartam lenni, nem szlemköltő. És az Isten látta a lelkem. És adott egy gerincbetegséget, nem olyan nagy. Szóval én még csak nem is felvételizhettem tesi tanárnak. És akkor elvittek volna a katonának, mert akkor még volt ilyen, hogy fél éves katonaság, és ült mellettem egy fiú, ki kellett tölteni egy tesztet, és az első kérdés, az kakuk tojás volt, arany Petőfi ezüst, és hogy ő földette a kezét, hogy ő ezt nem érti. És odajött a tiszt, és nem azt kérdezte az meg, hogy mit nem ért, hanem azt, hogy tud-e olvasni. Elmentem, hát magyar szakra. Mert akkor azt gondoltam, nem mindegy, hogy ritmikus sportgimnasztika, vagy hegzameter. Dehogy nem. Úgyhogy beültem pedagógiára, na kihez? Hofmar Rózsához. Aki akkor és ott nem is lehetett volna kedvesebb. Tényleg. Ez a nő megkérdezte a 400 fős előadó termet, hogy a kis piros szuzukiával kit kit haza. És igazából senki nem mert jelentkezni. Aztán hazavitte őt a KDMP, meg a Pokorni Zoltán, vagy Hiller István. Remélem már róluk úgyse tudjátok, hogy kicsodák. Mindegy. Az lett a vége, hogy a legnagyobb szerencsétlenségetekre nem lettem tanár. Pedig milyen tanár lehettem volna, édes Istenem, milyen. Nem jut eszembe egyetlen épkéznap hasonlat sem, hát milyen nem költő az ilyen. Pont olyan, mint bármelyik másik, aki, ha már kiáll a katedrára, megérdemli az odafigyelést. És mivel a te gyerekedet is ő tanítja, a lehető legmagasabb fizetést. Három. In medias rész. Ez az alkalom remek lehetőség arra, hogy a diák tüntetések farvizén evezve szembesítselek titeket azzal, hogy mennyire örömteli és magasztos nemzedéki nem hagyni, hogy rajtatok és tanáraitokon eluralkodjon a kommunizmusból általunk örökölt Orbáni apakép. Hogy majd apa mindent megold. Lekezel Putyinnal, kicsit leköpi Brüsszelt, aztán még hibáztatja is, amilyen nem ad pénzt a tanárok béremelésére. Ez a napás, nem? Szóval én nagyon becsülöm, hogy mindeközben tüntetni mentek a tanáraitokért, de ha forradalmat akartok, és tényleg forradalmat akartok, akkor köszönöm, én mindjárt 40 éves vagyok. Úgyhogy csajok, srácok és minden Q++++ -ok kurvára hajrá, de azért költői kérdés formájában egyetlen jó tanácsom akad. Biztosan kibaszott üres petpalackokkal képzelitek el kiharcolni a rendszerváltást? Negyedik peroráció. Az meg, ha ezt a nagyapám látta volna, geci. Igazi, poroszos iskolaigazgató volt. Bemenne a kormánygyűlésre, elővenné a páncáját, és meg! Csináld már rendesen azt a kurva bávot! Tss, meg! Fizesd már meg a tanárokat! És mennyire utána érte?